A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján szentmisét tartottak az újhatvani római katolikus templomban. A misét Frajka Félix, ferences szerzetes celebrálta. Mint fogalmazott, emlékeznünk kell az áldozatokra, hiszen az a nép, amelyik elfeledi múltját, nem érdemli meg a jövőjét. A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Heves megyei elnöke Nánási István saját történetével mutatta be a kommunista diktatúra kegyetlenségét a megemlékezésen. 13 munkatábort létesítettek. 16 ezer embert zártak be ártatlanul a börtönökbe, és az internáló táborok ajtaját is megnyitották a sok ártatlan ember előtt. Engemet úgy vittek el például, hogy beszélni akar velem a tanácselnök. Csak elfelejtették, hogy a beszédnek egyszer vége van, és sokáig ott marasztaltak. Szabó Zsolt 60 polgármestere beszédében kiemelte. Kovács Bélának, a Független Kisgazdapárt főtitkárának 1947. február 25-én való jogellenes letartóztatása és a Szovjetunióba hurcolása egy üzenet volt. Üzenet volt az akkori magyar kormánynak, az egész országnak és valamennyünknek. Üzenet, hogy a kísértet, amelyel korábban Engels Európát riogatta, a kommunizmus kísértete Magyarországra is megérkezett. Elhozta a gyűlöletet, a megfélemlítést, a hazugságot, a könyörtelenséget, az irítséget és a hitetlenséget. Mindent, ami addig szent volt, lerombolt. Megtagadta a nemzetét, átírta a történelmét, vérét ontotta a sajátjainak. Szabó Zsolt azt is hozzátette, a Recski munkatábor és az Ávó börtönei figyelmeztetne bennünket, hogy míg az ideológia él, addig a kísértet különböző állarcot öltve mindig megpróbál majd visszalopakodni. A megemlékezés végén megkoszorúzták az elhurcolt szerzetes papoknak és segítőiknek állított emléktáblát, majd gyertyát gyújtottak a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére.